Verily Overly jól tudja, hogy az olaj egy olyan iparág, ami folyamatosan hullámzik az elmúlt években. Amikor az olajárak csökkentek, Verily számos olajipari vállalatot látott tönkre menni. Tudtam, hogy ez egy nagyszerű lehetőség lehet számunkra. Ahelyett, hogy befejeztem volna, mint ahogy mások tették, elkezdtem tőkét gyűjteni arra, hogy eszközöket, ásványi anyagokhoz való jogokat vásároljak. Most pedig a birtokunkban vannak ezek a nagyszerű fúróhelyek Amerika szerte, és nagyon alacsony áron jutottunk hozzá. Egy másik törvényszerűség, amit Verily tudatosan követ a nehézségekben, a tizedfizetés és az adakozás. Bármi is történik, Istennek adom legelőször azt, ami őt illeti. Tudom, ha ezt teszem, ő gondoskodik rólam. Amikor elkezdtem tizedet fizetni, azt tapasztaltam, hogy a cégem bevétele drámaian úgy 70%-kal növekedett. Verily biztos abban, hogy cége növekedése egyértelműen az adakozásoknak köszönhető. A könyvelőjétől kért egy kimutatást az elmúlt 4 évről. 4 évig csináltam, és havonta frissítettem az adatokat. És igazi csoda, hogy ahogy megfigyeltem a mélypontok és a csúcspontok közti váltakozást, a nyereségem lekövett az adakozásom mértékét. De 4-szer annyival. Verily jó üzletasszonyként figyelmesen megválogatja, mire adja ki a pénzét. 2010 óta a CBN partner, és nemrégiben tagja lett az elnöki körnek is. Ami igazán megérint az az, amikor Terry Musen az árvák megsegítéséről beszél. Nagyon szeretem a gyerekeket, de sajnos nem született gyermekem. De azzal, hogy adakozom számukra, mindenkinek tudok segíteni. A cégnél nem azért dolgozom, hogy még több dolgot megszerezzek, hanem hogy segíthessek az embereken. Ami félelemmel, küzdelmekkel teli élet és egy boldog, sikeres és hittelteli élet között a különbség, az adakozás. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek viharok. Lesznek. De tudni kell adni, ha valaki meg akarja kóstolni, hogy mit jelent sikeresnek lenni. Ha kipróbálják, Isten megmutatja, hogy mire képes. God will show you and it will happen.